Orbán Viktor miniszterelnök ma délután a Kecskeméti Hunyadi Városi Közösségi Házban tartott beszédet. Megnyílt Kecskemét első P plusz R parkolója homokbányán, mely jelentősen csökkentheti a belvárosi járműforgalmát és parkolóinak zsúfoltságát. 831 kisiskolás kezdi meg a 2024-es, 2025-ös tanévet Kecskeméten az állami iskolákban, Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a hírös híreket látják csütörtökön este 7 órakor. Kecskeméten járt Orbán Viktor miniszterelnök, aki a június 9 i választás tétjéről, a kecskeméti fejlesztésekről, valamint Szemereiné Pataki Klaudia polgármester eddig elért eredményeiről és munkásságáról beszélt a Hunyadi Városi Közösségi Házban csütörtökön kora délután. Az eseményen Orbán Viktor azt mondta, a miniszterelnöknek az a dolga, hogy oda menjen, ahol baj van. Ezért szerencsére nekem Kecskemétre ritkán kell jönnöm. Majd hozzátette, önöknek van az ország egyik legjobb polgármestere. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan jó emberekként, jó szívvel, egy jó ügy érdekében összegyűltünk egy nagyon rövid időre, és külön nagyon nagy szeretettel köszöntöm Magyarország, a magyar nemzetünk miniszterelnökét, Orbán Viktor! Szemereiné Pataki Klaudia polgármester köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnököt ma Kecskeméten. Az ország vezetője vidéki kampánykörútja részeként jött a híros városba, a Hunyadi Városi Közösségi Házba, ahol a Fidesz KDNP Kecskeméti önkormányzati képviselőjelöltjeivel és helyi szimpatizánsaival találkozott. A miniszterelnök kiemelten beszélt a befejezett kecskeméti fejlesztésekről, azon belül is megemlítette a körgyűrű építését és a biomassa fűtőművet. 57 milliárd forintból építettünk a városban belül utat, 97 utat építettünk újjá, csináltunk 17 körforgalmat, építettünk négy új bölcsődét, felújítottunk 3-at, 9 óvodát, 9 általános iskolát. Szóval azt kell mondanom, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy Kecskemét városa jól járt velünk, jól járt ezzel a kormányjal, jól járt a Fideszsel és jól járt a városvezetéssel is. Ráadásul nem sokára megépül, talán átadjuk a következő hónap elején az új Dunahidat, Paks és Kalocsa között. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a mai kecskeméti látogatásán Szemerei Pataki Klaudia polgármester felvázolta, hogy 14 milliárd forintnyi fejlesztés vár kecskemétre, melyben kéri a kormány további támogatását. Az Zeneművészeti életem Kodály intézetét fejlesztenünk kell, Rudolf laktanyát be kell fejeznünk, Katona József gimnázium és Vízmi utca közötti útszakasz 4 nyom sávosítása. Kada elekteknikum befejezése, úthálózat fejlesztése, elektromos távvezeték, belvárosi forgalom csökkentése. Ezeket szeretné a Klaudia, és ezek szerepelnek az ő programjában. Orbán Viktor az idei választásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, ne kövessük el azt a hibát, amit elkövettünk 2002-ben, és kis hián elkövettünk 2019-ben is, hogy a híveink közül sokan otthon maradtak. Ha otthon maradunk, akkor nem tudjuk megnyerni a választást. A miniszterelnök az európai parlamenti választásról elmondta, hogy a tét, a háború és a béke. Most egy olyan választás előtt állunk, amikor Európában nyitva van az életünk szempontjából legfontosabb kérdés. Hogy az európai politika a háború vagy a béke irányába mozdul el. És az európai vezetők túlnyomó többsége a háború oldalán áll. Az európai népek éppen ébredezőben vannak. Ha jól látom, mi történik Európában, akkor napról napra nő azoknak a száma, akik fölébredtek és rájöttek arra, hogy itt nagy baj lehet. Orbán Viktor leszögezte, hogy Magyarországon az ellenfelek azoknak a zsoldjában állnak, azoktól kapják a pénzt, akik egyébként a háborút is támogatják. Mint fogalmazott, véget kell vetni az erőszaknak, el kell mennünk és a békére kell szavaznunk június 9-én. Megnyílt Kecskemét első P-Pluszer parkolója homokbányán, mely jelentősen csökkentheti a város belvárosának járműforgalmát és parkolóinak zsúfoltságát. A Helvécia, Ballószők, Kadafalva és homokbánya felül érkező lakosok a parkolóban ingyen otthagyhatják járműveiket, onnan pedig buszokkal mehetnek tovább, szintén ingyenesen. A kezdeményezés csökkenti majd a városközpont légszennyezettségét is. Sipos Rászló önkormányzati képviselő vette le a zárszalagot a homokbányai P R parkoló bejáratáról. Ezzel pedig hivatalosan megnyílt mindenki előtt a terület, ahol ingyenesen otthagyhatja autóját, és mehet tovább szintén díjmentesen busszal. Nagyon sok autó jár főleg a legforgalmasabb útján, az 52-es bekötő úton és ezáltal itt legalább lesz arra lehetősége nagyon sokaknak, hogy ingyenesen tudjon utazni, le tudja ide pakolni 100-120 parkoló áll rendelkezésre, le tudja az autóját rakni, közvetlenül itt van a buszmegálló, fel tud szállni, tud váltani jegyet. Aki igénybe veszi a parkolót, az autója rendszámának begépelését követően ingyen kap egy napi jegyet az automatából, melyel egy fő ingyen tud utazni azon a napon az összes helyi járatú buszon. Így tett Milocki Dilla, aki Bugacról jár be Kecskemétre iskolába. Úgy gondolom, hogy éppen elég bejönni ö, faluról, úgymond ide Kecskemétre a nagyvárosba, és ö, hát ugye a városban már ugye nem kell a benzint ö, pazarolni, ugye el lehet menni innen busszal, tehát sokkal jobban megéri szerintem. Kecskemét első P plusz R parkolója jelentősen csökkenteti a belváros járműforgalmát és parkolóinak zsúfoltságát, így pedig szintén csökkenhet a városközpont légszennyezettsége is. 831 kisiskolás kezdi meg a 2024-25-ös tanévet Kecskeméten az állami iskoládban. A demográfiai adatok szerint kevesebb a gyermeklétszám idén, ennek köszönhetően is 6,5%-kal csökkent az első év megkezdő gyermekek létszáma, tudtuk meg a Kecskeméti Tankerületi Központtól. Az egyházi és alternatív iskolák viszont túljelentkezésről számoltak be. Töretlen népszerűséget élveznek idén is a két nyelvű oktatások, a természettudományi tantárgyak és a sport kiemelt szintű oktatása az általános iskolát választó szülők körében. 831 gyerkőc iratkozott be a Kecskeméti általános iskolákba, és ahogy a tavalyi évhez viszonyítva, ez egy picit kevesebb a létszám jelen pillanatban, ez talán köszönhető a demográfia adatoknak is, viszont annyit el elmondhatok, hogy a népszerű iskolák, akik eddig is népszerűek voltak, azok továbbra is közkedveltek mind a diákok, mint pedig a a az elsős beiratkozók között. A gyermeklicem csökkenése ellenére az egyházi iskolák többszörös túljelentkezésről számoltak be. Három első osztályt tudunk indítani ebben a tanévben, és ez már évek óta hagyomány nálunk. Körülbelül kétszeres túljelentkezéssel voltak irántunk a szülők, és ottan is szeretném tisztelettel megköszönni minden érdeklődő családnak, hogy választottak bennünket, akár elköteleződtünk egymás mellett, akár nem, már a ránk gondolás is megtisztelő. A református általános iskola népszerűsége is töretlen, többek között vonzóak az iskola elért eredményei, a belvárosi elhelyezkedés és a tanuszodája is. Hasonlóképpen a tavalyihoz jelentkeztek egyébként több mint 110, és négy osztályt tudtunk fölvenni. Hát voltak akiket vissza kellett utasítanunk, de nem olyan sokan szerencsére, így aztán körülbelül mostanában 97 97-98-an vagyunk. A Kecskeméti Általános Iskolák beiratkozási körképéről a híradónkat követő kiemelő magazinunkban tudhatnak meg többet, melynek második részében a Mercedesben súléba látogatunk el, illetve a csillagbörcső Waldorf Általános Iskolába. Kiemelős iskolai körképünk mindkét részét a híros.hu hírportálunkon találhatják meg a későbbiekben. Kecskeméten is bemutatták ma délután dr. Orbán Balázs Huszárvágás a Konnektivitás Magyar Stratégiája című könyvét. A miniszterelnök politikai igazgatója nagy érdeklődés mellett mutatta be kötetét a Matthias Corvinus Kollégium Kecskeméti Képzési Központjában. Kecskeméten is bemutatták ma dr. Orbán Balázs új könyvét. A Huszárvágás, a konnektivitás magyar stratégiája című kötetről Kánoki Borissa, a Matthias Korvinusz Kollégium médiaiskolájának vezetője beszélgetett a szerzővel, a miniszterelnök politikai igazgatójával, aki egyszer mind az MCC kuratóriumának elnöke is. Orbán Balás kifejtette, a világban megszűnt az egypólusú Amerika vezette világrend, és egy új blokkosodás lett a jellemző, melyben Amerika legfőbb új kihívója Kína. Magyarországnak ebben a helyzetben arra kell törekednie, hogy a hagyományos nyugati kapcsolatok mellett a feltörekvő hatalmi gazdasági centrumokkal is jó kapcsolatot építsen ki. Ezzel a magyar gazdaság is diverzifikáltabbá válság válhat, érvelt. A nagy érdeklődés mellett megtartott könyvbemutatón részt vett Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, Engert Jakabné, dr. Homoki Tamás és Gály József alpolgármesterek, valamint dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő is. A Matthias Corvinus Kollégium Kecskeméti Képzési Központjában tartott beszélgetés után Orbán Balázs dedikálta is új könyvét. Óvatos közlekedést kér a kivitelező a 441-es számú főút katonatelepi szakaszán, ahol a jelzőlámpák egyelőre csak tesztelés céljából időszakosan működnek. Várhatóan 2024. június végén a jelzőlámpák próba üzemelése is megtörténik, ami egy-két napot vesz majd igénybe. Mint arra már beszámoltunk, Vármegyéken átívelő útfejlesztést valósít meg a Kolaszusz ZRT. Felőjtják és közel 3 kilométeren négy bővítik a 441-es főút Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszát, írja a magyarépítők.hu. A katonatelepi szakaszon most óvatos közlekedést kér a kivitelező, ugyanis a jelzőlámpák csak tesztelés céljából időszakosan működnek. A kivitelező arról tájékoztatta a Kecskeméti önkormányzatot, hogy a 441-es számú főút katonatelepi szakaszán jelenleg a jelzőlámpák kábelezése bekötése zajlik. Ezért időszakosan előfordulhat, hogy a tesztelés ideje alatt a jelzőlámpák tesztüzemmódban működni fognak. A tesztelés után azonban a lámpák ki lesznek kapcsolva. Várhatóan 2024. június végén a jelzőlámpák próbaüzemelése is megtörténik, ami egy-kettő napot vesz majd igényben a közben. Ekkor kerül sor a lámpák finom hangolására. Jelenleg ezen a szakaszon egyedül a Matthias János általános iskola csomópontjában üzemel a jelzőlámpa a kezelők által jóváhagyott tervek alapján. A kivitelezők kéri az arra közlekedők fokozott figyelmét és a kialakított forgalmi rend betartását. Kiváltságos helyzetben érezhették magukat mindazok, akik szerda este Takuma Onodera zongora estére jegyet váltottak amíg csak a 20. életévében járó japán tehetség korábban már meghódította a hazája zeneszeretőit, de sikert aratott többek között New Yorkban, a Carnegie Hallban is. Száporoltól a Kecskemétig címmel hirdették meg azt a hangversenyt, amelyen egy elképesztően tehetséges fiatal japán zongorista Takuma Onodara játékában gyönyörködhettek a Kecskeméti zeneszeretők. A szerdeesti esti hangverseny első perceiben professzor dr. Stahó Pekári István köszöntötte a megjelenteket. Ünnepi beszédében Kecskemét alpolgármestere a kultúra ápolásának, a zene szeretetének fontosságát hangsúlyozta. Örömét fejezte ki, hogy a híres város szertágazó nemzetközi kapcsolatai folyamatosan bővülnek. Önkormányzatunk. A szaporói Kitara hangversenyterem és a Kodály intézet széleskörű együttműködésének eredményeként jött létre a mai rendezvény. Kodályvárosa városa nem csak páratlan gazdasági eredményeiről lehet világhírű, de a zenekultúra területén is egyedülálló sikerekkel könnyöhet el. Az alpolgármester köszöntőjében tett arra, hogy a közeljövőben több nemzetközi hírű zeneművész koncertje kerül Kecskemétre. Takuma Onodera zenei tanulmányait öt évesen kezdte, és tíz éves korára számos elismerést nyert, köztük hét első díjat japán versenyeken. Hazája és a világ más országaiban rendezett rangos megmérettetéseken később is sikerrel szerepelt, legutóbb New Yorkban a Manhattan nemzetközi zenei verseny aranyérmese, illetve az angliai Vincori nemzetközi zongora verseny első díjasa lett. Kecskeméti koncertjére változatos műsort állított össze az ongora művész. Az első részben Domenico Scarlatti Haydn és Chopin műveit játszotta, majd Kodály Zoltán Válszette című darabját, és Koyama kiósige 1966-ban komponált Kagome variációit szólaltatta meg. Az est befejező részében Bartók Béla és Liszt Ferenc egy-egy műve csendült fel, zárásként pedig Liszt átiratában Richard Wagner Tannhauser opera itányát hallgathatták meg az érdeklődők. A lelkes közönség kitartó ünneplésben részesítette a japán fiatalt, aki háláját három ráadás számmal fejezte ki. Május 15-én a születésnapján rendeztek emlékkoncertet a tavaly decemberben tragikusan fiatalon elhunyt Berényi a fuvolaművész a Kodályiskola zeneművészeti szakgimnáziumának művésztanára tiszteletére. A rendezvényt ezentúl minden május 15-én megtartják. Berényi Bea a Fuvola művész, a Kodai iskola zeneművészeti tagozatának művész tanára volt, 1983-tól fogva tavaly decemberben bekövetkezett korai haláláig. Berényi Bea a keresett és rendkívül sikeres tanára volt hangszerének, és előadó művészként is a legjobbak közé tartozott férjével, Dracsai Jákossal együtt. 64. születésnapjára Dracsai Jákos hagyományteremtő jelleggel koncertet szervezett, amit ezentúl minden év május 15-én tervez megrendezni az elhunyt munkahelye a Kodály iskola. Az iskola Nemesszegi Márta termében megtartott koncerten felléptek a szakgimnázium fuvola szakos növendékei 11-en, három az iskolában tanító fuvola tanár, Pulius Emese és Polyák Zsóka, akik a tanítványai voltak Berényi Beának, és Szabó Zsuzsa, aki Kaposvárról költözött Kecskemétre a házaspár hívására. Somogyi Zoltán fagott művész a család barátjaként vett részt Glück Boldog Lelkek tánca című művének előadásában. Szólót Dracsai Ákos játszott. Eljött az emlékkoncertre két egykori kolléga, Róna Széki Tamás Hegedű művész és Hargitai Imre Zongora művész is Budapestről, akik mindketten a zeneművészeti gimnázium tanárai és a házaspár közeli barátai voltak és maradtak. Vendékként érkezett a koncertre Ludmányi Emil Brácsa művész is, aki több alkalommal kamarázott közösen a házas párral. A legmesszebbről Bécsből Szabó Laura Gordonka művész érkezett, aki kamara és tanult Berényi Beától. A műsorban Gluck mellett Johann Sebastian Bach, Doknányi Ernő, Wolf Péter és Wolfgang Amadeus Mozart művei szerepeltek. Az emlékkoncert azzal a nemes célra szerveződött, hogy a Kecskeméti Kodály iskoláért alapítványjal karöltve ösztöndíjat hozzon létre. A Berényibe a ösztöndíjat minden évben a szakgimnázium egyik kiemelkedő fuvolista növendéke nyerheti el, amelynek átadása a május 15-i emlékkoncerteken ünnepélyes keretek között történik minden év. A pénzdíj mellé a nyertesek lakatos pál munkácsi Díjas szobrászművész bronz emlékplakettjét kapják. Az én városházám a tiéd a miénk címmel. Hamarosan újra elindul Kecskeméten a Nyitott Városháza programsorozat az önkormányzat szervezésében. A hatnaposra tervezett esemény sorozat ezúttal is minden korosztályt igyekszik majd megszólítani május 27-e és június 1-e között. Minden nap lesz fedez felcímmel családi nyomozójáték a Tündérpalotában, de a programok sorában szerepel a kőszívű koncert is a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház produkciójában. A Najman János Egyetem is több előadással készül a Nyitott Városháza rendezvénysorozatra. sorozatra. A sztárok sorában fellép majd többek között Miklós Erika, az esemény sorozatot pedig Ákos koncert A részletes program a hírös.hu oldalon olvasható. Jövőre is az A csoportban folytathatja a Duna Asztval DTKH Kecskemét, miután tegnap 81-68 arányban legyőzte a Kaposvárt. Nagy volt a nyomás mindkét csapaton, hiszen az A csoportos tagság megőrzése volt a tét. A Kecskemét volt higgadtabb és fontosabb, így megérdemelten nyert a Kaposvár ellen. Wittmann Krisztián csapatkapitány a mérkőzést követően azt mondta, látszott a mostani mérkőzésen is, hogy micsoda összefogás van Kecskeméten a kosárlabda mellett. Szurkolók, támogatók, a városvezetés, a klubvezetés, mindenki kitett magáért. Ipkovic Toján szakmai igazgató pedig úgy fogalmazott, ez a négy hónap edzői karrierem legnehezebb négy hónapja volt. Ma este rajtol el a főtéren a Kecskemét Rocks Fesztivál egy bemelegítő depes mód tribute koncerttel, ami hamarosan kezdetét veszi. Holnap is rockzenétől lesz hangos kecskemét, péntek délután rockkamion járja be az utcákat, este pedig már a szabadidőközpontban folytatódik a rockbuli, ahol fellép a tankcsapda, a fish és a depresszió. Szombat este pedig jön a várva várt City Rocks flashmob. A részletek és a pontos menetrend a hú hírportálunkon olvasható. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer, röviden. Orbán Viktor miniszterelnök ma délután a Kecskeméti Hunyadi Városi Közösségi Házban tartott beszédet, ahol a június 9-i választás tétjéről, Szemerei Pataki Klaudia polgármester eredményeiről és a Kecskeméti fejlesztésekről beszélt. Megnyílt Kecskemét első P plusz R parkolója homokbányán, mely jelentősen csökkentheti a belváros járműforgalmát, légszennyezettség terhelését és parkolóinak zsúfoltságát. A P plusz R parkolót ingyenesen lehet igénybe venni. 831 kisiskolás kezdi meg a 2024-es 2025-ös tanévet Kecskeméten az állami iskolákban. Az egyházi és alternatív iskolák túljelentkezésről számoltak be. Kecskeméten is bemutatták ma délután dr. Orbán Balázs Huszárvágás a konnektivitás magyar stratégiája című könyvét. A miniszterelnök politikai igazgatója nagy érdeklődés mellett mutatta be kötetét a Matthias Corvinus Kollégium Kecskeméti Képzési Központjában. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Következik a kiemelő. Mai magazinunkban a legnépszerűbb kecskeméti általános iskolák bemutatását folytatjuk. Megtudhatják, miért kedvelik a szülők a Mercedes-Benz általános iskolát és gimnáziumot, valamint a Csillagbölcső Waldorf általános iskolát. Megnyílt a homokbányai P plusz parkoló. Ennek kapcsán beszélgetünk stúdió vendégeinkkel, Hári Ernővel, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. ügyvezetőjével, valamint dr. Németh Zsoltal, a Kecskeméti Városrendészet vezetőjével. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híros.hu a hírös híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor a szokott időben várjuk Önöket. Ha tehetik, nézzék akkor is a hírös híreket. Munkatársaim nevében köszönöm mai figyelmüket, hamarosan tárt jön a kiemelő viszontlátásra. pénteken sok felé valószínű zápor, zivatar, többfelé jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás, emellett heves, zivatar is kialakulhat. Gyakran megélénkül, olykor megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet hajnalban 12 fok körül alakul, a délutáni órákban többnyire 24-25 fok várható. Szombaton gomoly felhős, napos idő várható, és főleg az ország keleti felén elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban 11, a délutáni órákban 19-24 fok közötti hőmérséklet várható. Vasárnap a gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Szorványosan alakulhat ki zápor, zivatar. A nyugati észak-nyugati szél megélénkül, néha megerősödik. A hajnali 14 fokról 21 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Jó estét kívánok! Ez itt már a Kiemelő. Műsorunkban megtudhatják, miért népszerű a szülők körében a Kecskeméti Mercedes-Benz általános iskola és gimnázium, valamint a Csillag-Bölcső Waldorf általános iskola. Megnyílt és a mai naptól használható a homokbányai P pluszer parkoló, melynek kapcsán a fontos tudnivalókat mondják el stúdió vendégeink. Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. ügyvezetője, és dr. Németh Zsolt, a Kecskeméti Városrendészet vezetője. Már is kezdünk! Egy hónap alatt elkészült és a mai naptól használható a 120 férőhelyes P pluszer parkoló homokbányán ezzel kapcsolatban köszöntöm a stúdióban Hári Ernőt, a Kecskeméti Közlekedési Központ KFT ügyvezetőjét, és Dr. Németh Zsoltot, a Kecskeméti Városrendészet vezetőjét. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy befáradtak ide hozzánk. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Ez ugye Kecskemét első P-PlusZER parkolója, és ez az első nap, hogy megnyílt. Mik a mai tapasztalatok? Május 16-ával, tehát a mai napon nyitottuk meg a p parkolót ez a város első parkolója. Páran már a mai napon is igénybe vették. Én azt gondolom, hogy egy hosszabb időnek kell eltenni ahhoz, hogy nagyobb létszámú igénybevételre kerüljön sor. Alapvetően az a lényeg, hogy az állampolgárok, a polgárok, a sofőrök tudomással bírnak ennek a létesítménynek a létéről, a kedvezmények igen széles köréről, és tudatosan vegyék igénybe ezt a szolgáltatást, aminek nagyon sok előnye van. Mi volt a városvezetés célja ennek a parkolónak a létrehozásával, és mit vár ettől a parkolótól? Alapvetően tudni kell, hogy Kecskemét város az elmúlt évtizedekben jelentős változáson ment át. Nagyon sok multinacionális cég költözött erre a területre, ami nagyon sok pozitív változást generált ebben a városban. De minden pozitív változásnak egy települése van a negatív. Vonatkozásai következményei, és ez a közlekedésben a gépjármű számának drasztikus emelkedésében mutatkozott meg. A városvezetés törekedett arra, hogy a negatív hatásokat próbáljuk csökkenteni, és olyan elképzeléseket próbáljunk kidolgozni és a gyakorlatban megvalósítani, amelyek ezeket a negatív tendenciákat hátrébe tudják szorítani. A közlekedési dugók, a környezetszennyezés, a hanghatások voltak ezek többek között, amelyek arra indukáltak bennünket, illetőleg a városvezetést, hogy keressünk olyan megoldásokat, amelyek orvosolhatják, vagy csökkenthetik ezeket a hatásokat, és a legjobb megoldásnak költséghatékonyság szempontjából és a többi város ismerete alapján is úgy érződött, hogy a P plusz parkolóknak a kialakítása, vagy parkoló kialakítása az egyik leghasznosabb dolog ezen a területen. Mik az általános, legfontosabb tudnivalók a parkoló használatával kapcsolatban? A parkolót a Városrendészet alakította ki, jól látható helyen, murvás parkoló, vagy murvás köve van borítva, körbe van kerítve, térfélő kamera rendszer be van bekötve, az azt jelenti, hogy a rendőrségen vannak a végpontok, és a városrendész kollégák figyelik a P parkolónak a területét. A P parkolót bárki igénybe veheti, aki a városba érkezik, és úgy látja, hogy a gépkocsi átletéve a tömegközlekedésre kíván tovább közlekedni. Maga a parkolónak az igénybevétele az teljesen ingyenes. A technikai kivitelezése az az, hogy egy parkoló automatához odaáll, beírja a rendszámát a gépkocsinak, és kap egy jegyet. Ezzel egyenvehet igénybe a tömegközlekedést. És ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy Hári Ernő úr fog majd pontos és precíz információkkal szolgálni. Akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a városvezetés megtette az első lépést, innentől kezdve akkor a lakosságnak kell rá tromfolni, úgymond, hogy igazán ki tudjuk használni ennek a nagyszerűségét, ennek a parkolónak. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért is éri meg az autósoknak ezt a parkolót használni. Hári Ernő úr. Hát én azt gondolom, hogy mindenki tapasztalja, aki a belvárosba jön, és már pedig a a városban elhelyező, elhelyezkedő funkciók miatt nagyon sok munkahely és egyéb társadalmi szolgáltatás ugye itt érhető el. Ma már rengeteg időt lehet azzal eltölteni, hogy valaki egy parkolóhelyet tudjon találni, ahol meg tud állni. És nyilván a parkolóhelyen való megállásnak természetesen jelentős költsége is van az autóhasználóra nézve. Ma már a nagykörúton belül azt lehet mondani, hogy átlagosan egy autós 8-10 percet tölt el parkolóhely kereséssel most ezt szorozzuk be akár naponta többször is, hogyha a belvárosba jövünk, meg úgy általában egy hónapban is, hogy hány percet töltünk el azzal, hogy parkolajat keresünk, és amikor találtunk, akkor még ez mennyibe is kerül. Erre egy nagyon jó megoldás, egy komfortos megoldás a közösségi közlekedésen kívül az, hogyha valaki az agglomerációból érkezik, vagy olyan ritkán lakott területen lakik, ahol tényleg messze van mondjuk egy autóbusz megállóhely, és muszáj, hogy autót használjon, akkor egy ilyen módváltási pont, egy remek módváltási pont, nagyon sok városban remekül működik, például Magyarországon is, ugye Budapesten minden P parkoló szinte más százszerékos kihasználtsággal működik, ezért a P pluszer parkoló, mint funkció és szolgáltatás egy nagyon fontos elem ebben. Aki a P pluszer parkolóban megáll, és az előbb említett parkolójegyel rendelkezik, azután aznap 24 óráig Kecskemét közigazgatási határán belül bármely helyi közösségi közlekedési szolgáltatást, ami helyi tarifával igénybehető, kvázi napi egyként használhatja, felmutatva a gépkocsi vezetőknek, autóbusz illetve a vonatokon a kalauzoknak is, hiszen nem csak a kekó járataira ér érvényes ez napi egyként, hanem érvényes a helyi szabásba bevont helyközi közösségi közlekedésbe is, és érvényes ez Kecskemét közigazgatási határán belül valamennyi vasúti személyszállítási szolgáltatáson is. És azt gondolom, hogy ezért az fontos kiemelni, hogy akkor ez rendszámmal érvényes, tehát egy autóra csak egy ilyen jegy ki, tehát hiába utaznak benne többen. Így van. A napi egyként történő funkciója az a felmutatójára szól, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy mondjuk kette hárman utaznak egy autóba, akkor egymásnak továbbadva lehet felmutatni, hanem a többieknek természetesen a szükséges menetjegyeket és vagy bérleteket meg kell váltani. De itt szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy idén április 1 a közgyűlési döntésnek megfelelően azért a közösségi közlekedésnek az igénybevételi tarifái jelentősen csökkentek például a, a, tanulóbérletek ugye egy tizedére esett a havi összege, tehát ma 100 forintért lehet egy hónapig a teljes hálózatot igénybe venni. A nyugdíjasoknál több mint 20 szorosával csökkent az ár, mert ugye 2300 forintról 100 forintra, és az egész is ugye közel 50 os csökkenés következett be. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ezzel a, a szolgáltatással, akár a közösségi közlekedéssel, akár a P parkolóval, megteremtette a városvezetés annak a lehetőségét, hogy az emberek, a mindennap itt dolgozók, itt tanulók, akik gépjárművel érkeznek a városba, egy gépjárművet használnak, egy kicsit másképp is tudjanak közlekedni, egy kicsit másképp is tudják a mobilitás igényeiket megvalósítani. Hogyha valaki nem annyira ismerős ott a homokbánya területén, annak tegyék már meg, hogy elmondják, hogy pontosan helyileg hol van ez a parkoló hol találják meg? Alapvetően nagyon könnyű belőni, mert főútvonalak mellett van, tehát az 52-es számú főút, a út, a Helvéciáról jövő út, Balrószögről jövő út, ö, ezen a területen összpontosul. Ö, a KFC mellett található a parkoló, nyilván sokan ez miatt is ismerik föl. Azért is ö, jó ez a hely, én azt gondolom, hogy minden ideálisan összeállt ennek a p parkolónak a létehozására, mert olyan csomóponton van, ami a város egyik kapuja és ide áramlik, ide özönlik az agglomerációval beérkező gépjárművezetők jelentős tömege. Itt volt érdemes egy olyan parkolót kialakítani, ami alkalmas lehet a forgalomnak a megszűrésére, illetve a csökkentésére, tehát minél kevesebb gépjármű menjen be a város területére. Én azt gondolom, hogy jó helyen voltunk jó időben, megfelelő konstrukciót dolgoztunk ki a Kekóval, Ennél szerencsésebb, ennél kedvezőbb feltételeket a szolgáltatást igénybe vevő vezetők számára én nem igazán tudok Budapest kivételével a vidéki városokban felmutatni. Van-e valami fontos tudnivaló, amire felhívnák a lakosság figyelmét a használattal kapcsolatban? A használat... az eddig elmondottakon kívül. Én azt tudom mondani, hogy nyugodt szívvel ajánlom a parkolót, technikai védelem van, illetőleg a városrendészet megszervezte, hogy a járőr útvonalába beépítése került a kollégáknak, tehát naponta több alkalommal is humán erőforrással tudjuk ellenőrizni a parkoló területén lévő gépkocsikat, tehát alapvetően a vagyonbiztonságot is tudjuk garantálni, Attól függ, hogy emellett pedig még a rendkívül kedvező használatot is, és a tömegközlekedést is hozzá tudtuk rakni egy ingyenes szolgáltatás nyújtás keretében. Tehát akkor nagyon egyszerűen lefordítva, hogyha valaki oda megérkezik, leteszi az autóját, Megváltja az automatából ezt a jegyet, ami egy embernek ugye ingyenes, és akkor onnantól kezdve ő fölülhet a buszra, a vonatközlekedésre, tehát bármi, ami a kecskemét közigazgatási határain belül működik. És vannak speciális járatok, amiket még oda rendelnek ez, vagy a helyi tömegközlekedés használhatja. A jelenlegi helyi tömegközösségi közlekedésnek a használata. Megoldott, plusz kapacitással egyeről nem készültünk, de szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy gyakorlatilag ettől a parkolóhelytől, ettől a helyszíntől a városnak a két legfontosabb és legforgalom szempontjából legfrekventáltabb területe elérhető közösségi közlekedéssel is. Ez ugye az Izsáki út, az Izsáki út mentén lévő intézmények, munkahelyek, és a belváros, és akár a város központ is az 1-es, 11-es autóbuszjáratokkal, illetve a Balló -Szök Kecskemét között közlekedő járatok is ugye a Kadafalvi út megállóján megállnak, és szintén ezzel a napi egyel igénybe vehetők. És a másik pedig a Széchenyi város, ahonnan szintén ettől a megállóájtól a 34-es, és ahogy mi szoktuk mondani, a 34-es vonalcsoporton ugye többféle járat is közlekedik, de valamennyi 34-es járattal ugye a Széchenyi város is könnyen megközelíthető, és az autót ott lehet hagyni a város szélén, biztonságos és ö, kedvező körülmények között. Tervezik-e további P plusz kialakítását, így a városon belül? Ha igen, akkor hol? Ez az első lépés volt, és én remélem, hogy több hasonló int beruházást tudunk végrehajtani. Nagyon remélem, hogy igénybe veszik tömegesen ezt a szolgáltatást, és itt lenne szükség arra, hogy a városlakosság, illetőleg hát akik ebbe a városba jönnek, azok lássák azt, hogy érdemes igénybe venni, mert hosszú távon ezek a beruházások csak úgy térülnek meg, hogyha az állampolgárok igénybe veszik, és nem gépjárművel, hanem a közösségi közlekedéssel közelítik meg a munkájukat, vagy esetleg más területeket. Tervezzük máshol is ezeknek a P plusz építését, de igazából még a helyszínek azok nincsenek eldöntve, ezek egy húzamosabb tárgyalást igényelnek. Igazából az lenne most a fontos, hogy tényleg tegyük félre a, a úgymond kényelmet, és merjünk bátra letenni az autót, mert azért óriási összegeket lehet fizetni, hogyha az ember parkol a város központban, Tehát lényegében több szempontból megérni. Igen, parkoló... ezt meg tudom erősíteni, mert a, a parkoló, tehát a várakozási közszolgáltatást azt a városrendészet üzemelteti és végzi. Valóban ö, ö, fizetni kell a parkolásért. A parkolást ki lehet váltani azzal, hogyha a P parkolóba valaki elhelyezi a gépjárművét, és a, a tömegközlekedés vesz igénybe. Tehát ez mindenképpen egy pénztárcát kimélő megoldás, amellett, hogy számos más előnyös oldala is van. És Hárjárnő úr, zárásként még egy pár adatot, ha megtenne, hogy mondana a közlekedést, hogy menjen használunk itt Kecskeméten személygépkocsit, és ahogy a stúdió előtt beszélgettünk egy pár mondatban, hogy említette, hogy van, egy csak egy ember ül. Tehát milyen autómennyiséggel számolunk itt Kecskemét városában? Hát csak nagyon röviden és a számok nyelvén. Kecskemét városában és a hozzátartozó szűkebb agglomerációban jelenleg csak személygépjárműből több mint 120 ezer van forgalomban. Ez egy óriási szám. Egy korábbi mérésünk szerint, ahol egy megfelelő mintát vettünk fel a város különböző pontjain, főleg a bevezető útszakaszok mentén, abból az jött ki, hogy olyan 1,3-1,4 ember emberül egy személyautóban. Én azt mindenkinek a saját gondolatára bízom, mindenki ismeri a saját autóját, hogy milyen méretekkel rendelkezik, hogy milyen kevesen, milyen sok területet foglalunk el, nem csak a közúton, hanem a közösségi terekből is, a parkolókból is, parkolóházakból is, vagy akár a munkahelyén környékén. Ugye épp most volt egy nagyon friss adat, került nyilvánosságra, hogy az Európai Unió területén ez egy átlagszám, egy személyautót egy nap, tehát 24 órából a 24 óra 92%-ában áll. Uh -huh. Áll otthon, áll a garázsban, áll a ház előtt, áll a parkolókban, áll a munkahelyen, és áll mondjuk a dugóban a közúton. Tehát én azt gondolom, hogy eljött az a motorizáltsági fok, amikor talán érdemes mindannyiunknak közösen átgondolni, hogy a napi, hat, napi autóhasználatunk, vagy akár a heti, vagy a havi autóhasználatunk, mennyire racionális, és tudunk-e rajta szűkíteni. Mi ehhez próbálunk meg a városvezetéssel, városrendészettel közösen egy alternatívát kínálni, mi a lehetőséget tudjuk megteremteni, és kérni azt, hogy minél többen gondolkodjanak velünk együtt, és vegy, vegyék igénybe ezt a szolgáltatást. És álljon ott az autó, akkor itt van ebben a parkolóban. Hát nagyon kész. köszönöm, kedves uraim, hogy befáradtak ide hozzánk, dr. Német Zsoltnak és Hár és sok sikert kívánunk ehhez a parkolóhoz. köszönjük a Köszönjük a szépen. Áprilisban lezárultak az általános iskolai beiratkozások. Stábunk azután érdeklődött, hogy melyik iskolákat és miért választották a szülők a legtöbben. A tegnapi kiemelő magazinunkban a Kecskeméti Állami és Egyházi Iskolákat mutattuk be. Ma megismerhetik, miért kedvelik a Mercedesben az általános iskolát és gimnáziumot, valamint a csillagbölcső Waldorf általános iskolát. Bizony, nem csak az iskolatáska a nehéz, hanem a szülői döntés is, hogy melyik oktatási intézményt válassza. Vannak, akiknél az első gondolat és a megérzés a döntő, de olyanok is akadnak, akik szeretik körbejárni a lehetőségeket. Személyesen nem mindenki tud eljutni a nyílt napokra, így marad a szülői megérzés és a szájhagyomány. Kecskeméten népszerű a Mercedes-Benz-súle, amit többek között a német nyelv és a családias hangulat miatt kedvelnek a szülők. insgesamt in Péter Stübler intézményvezető egyénisége a mosolygós, kedves és derülátó szemüvegén keresztül áthatja az iskolát, ahova 70-en jelentkeztek, és ebből 40-et tudtak felvenni. Így a 2024-25-ös tanévben két első osztályt indítanak. A Stübler úr életében is van egy különlegesség, hiszen a felesége magyar, a gyermekeik magyar iskolába járnak ami teljesen természetes is, nem okoz problémát. Nálunk, ami a legfontosabb is minden nyelvtanulásnál, az, hogy a gyermekeket megadjuk azt a kezdőlökést, hogy elkezdenek tudni, elkezdenek merni beszélni. Mi az, mert teljesen mindegy, hogy a derdidász nével őt jól mondja, vagy sem, a legfontosabb az, hogy merjen beszélni, és ez nálunk nagyon fontos, és ez áll a középpontban, hogy a gyermekeket motiváljuk, és merjenek beszélni egy idegen nyelven. Az iskola az érettségi kíséri el a gyermekeket, amikor is kettős érettségi bizonyítványuk lesz, az egyik magyar, a másik német. Így zöld utat kaphatnak azok, akik Németországban vagy Ausztriában szeretnének tovább tanulni. A tanuláson kívül itt is biztosítanak a gyermekeknek szakköröket, sőt, még külsős partnereket is hívnak segítségül ahhoz, hogy a gyermekek igényeit kielégítsék. Sok családnál felmerül a kérdés, hogy a német vagy az angol nyelv élvezze a prioritást. Egy biztos, ha már ezen a két nyelven beszél majd a gyermekük, akkor a világ bármelyik részén megállja majd a helyét, hangsúlyozta Herr Stübler. A csillagbölcső Waldorf általános iskola 2016-ban kezdte meg működését Kecskeméten. Jelenleg óvodától 8. osztályig van lehetőségük a gyermekeknek ide járni. 22 jelentkeztek a következő tanévre, ebből 19 gyermeket tudtak felvenni. Átlag 19-20 fő van egy osztályban, és jelenleg minden osztályból egy van. Más módszertani sajátosságukkal dolgozunk. Mi is megtanítjuk azt, amit, a, amit, amit az állam előír, csak más tempóban és más módszerekkel próbáljuk gyerek tenni, meg ember tenni, mert hiszük azt, hogy ebben az iskolában nem csak tananyagot szeretnénk leadni vagy tanítani, hanem, hanem a legfontosabb az, hogy amikor innen kilép 8. osztályban egy gyermek, akkor milyen ember fog majd belőle válni. Itt más metodikával tanítanak. Például a gyermekek 3-4 hétig ugyanazt a tantárgyat tanulják játékosan, és az iskola minden hónapban tart úgynevezett szülői estet, amikor a gyermekekkel együtt játszanak, és közben megbeszélik a fontos kérdéseket is rengeteg készségfejlesztő foglalkozást tartanak és figyelnek az individumokra. Céljuk, hogy a gyermekek ne a szülők meghosszabbításai legyenek, ne ők döntsék el, hogy hová menjenek tovább tanulni, hanem ekkorra már a gyermekek képesek lesznek önállóan dönteni, hogy merre szeretnének tovább tanulni. Legyen az állami, egyházi vagy alternatív iskola. Nagyon fontos, hogy a gyermekünk jól érezze magát, mert ha motivált, akkor minden könnyebb lesz majd számára. A kiemelőben készült iskolai körképünk mindkét részét megtekinthetik a híros.hu hírportálunkon. Stábunk nevében minden leendő elsősnek azt kívánjuk, hogy legyen sok örömük az iskolájukban, és vegyék könnyedén az akadályokat. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Orbán Viktor miniszterelnök ma délután a Kecskeméti Hunyadi Városi Közösségi Házban tartott beszédet, ahol a június 9 i választás tétjéről, Szemerei Népataki Klaudia polgármester eredményeiről és a kecskeméti fejlesztésekről beszélt. Megnyílt Kecskemét első P plusz R parkolója homokbányán, mely jelentősen csökkentheti a belváros járműforgalmát, légszennyezettség terhelését és parkolóinak zsúfoltságát. A P plusz R parkolót ingyenesen lehet igénybe venni. 831 kisiskolás kezdi meg a 2024-es 2025-ös tanévet Kecskeméten az állami iskolákban. Az egyházi és alternatív iskolák túljelentkezésről számoltak be. Kecskeméten is bemutatták ma délután dr. Orbán Balázs Huszárvágás a konnektivitás magyar stratégiája című könyvét. A miniszterelnök politikai igazgatója nagy érdeklődés mellett mutatta bekötetét a Matthias Corvinus kollégium kecskeméti képzési központjában. Jövőre is az ácsoportban folytathatja a Duna-Aszfalt-TTKH kecskemét, miután tegnap 81-68 arányban legyőzte a Kaposvárt. Kedves nézőink, hírorával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Munkatársaimmal együtt köszönöm mai figyelmüket, szép estét kívánunk mindannyiuknak, viszontlátásra!